Idén is küzdőtérré változott a KSK torna csarnoka. Mind hét esztendeje minden évben Bódi Ilona emlékére idén is itt rendezték meg a Sotokan Karate kupát. A megnyitón Klimon István alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, és szólt a Sotokan Karate előnyeiről. A városvezető hangsúlyozta, Kazincz Barcika számára öröm, hogy a város évről évre otthont adhat a Bódi Ilona emlékversenynek. A Magyarországi Sotokan Karate Egyesület elnöke a KVTV érdeklődésére elmondta, a versenyt annak idején édesanyja alapította, aki egyben az ő edzője is volt. Az emlékverseny az májusban megrendezendő Európa-bajnokság előversenye, felkészülő versenye, illetve Bódi Ilona, hogy édesanyámról elnevezett Sotokan Karate kupa. Ez úgy alakult, hogy sajnos 3 évvel ezelőtt elveszítettük édesanyámat, és az ő indítatására indult el ez a verseny, ahol már ugye 7. alkalommal, így tiszteletből az ő nevét viseli 3 éve ez a verseny. A múlt szombati megmérettetésre 23 településről 21 egyesület több mint 170 karatékája érkezett. A Sotokan Karate Stílus Szövetség elnöke televíziónknak úgy fogalmazott, a Bódi Ilona emlékverseny a régió egyik meghatározó versenye. Hál' Istennek nem csak a szövetség életében, de úgymond a régió életében is egy fontos esemény ez a verseny. Mi egy nyílt verseny, 5 szövetség, 170 sportolója vesz rajta részt. Nagyon öröm számomra, hogy az utánpótást a vidéki kluboknál így még jobban tudjuk fejleszteni. Az egész napos versenyen a 4 évesektől egészen az 50 év feletti veteránkorcsoportig lehetett versenyezni. A megmérettetésen a KVSE karate szakosztályának versenyzői is szép eredményeket értek el. Gergely Lajos 8-9 éves fiú korcsoportban a 3., Tóth Zsombor 12-13 éves fiú között a 2., Tóth Leila 10-11 éves lányok között a 3., míg Gálik Patrik felnőtt kategóriában a 2. helyen végzett.